Július 24-én vasárnap ünnepi szentmise, néptáncosok felvonulása és látványos táncbemutatók lesznek a kapuvári búcsúban. Mindenkit szeretettel várnak. És most az idejében ez különlegesség lesz, hogy a kapuváriak mellett a kalocsaiak is népviseletbe köszöntik a vendéglátóikat, tehát ők is részt vesznek az ünnepi szentmisén, melyet Korzenszky Richárd nyugalmazott főapát fog ugye celebrálni. Ezt követően pedig a templom melletti téren a hagyományokhoz híven eljárjuk a kapuvári verbunkot, majd pedig a kalocsaiak is táncolnak egyet itt a templom melletti téren. A kapuvári verbunkhoz hívnám fel a figyelmet, hogy idén egy új elem, hogy szeretnénk bevonni a közönséget is a programba. Ebből az apropóból a héten szerdán este 7 órakor a Barsi iskolában egy verbunk tanítós estet tartunk, de bármely civil eljöhet, és megtanítjuk neki a kapuvári verbunkot, és ha van kedve, akkor vasárnap beállhat a táncosok közé, és eljáratja apáink táncát a kapuvári verbunkot. És akkor visszatérve vasárnapra, vasárnap délután 4 órakor, a 16 órakor folytatódik a program, lesz egy táncos zenés felvonulás a Barsi iskolától a várárokig, majd pedig a polgármester úr Hámori György köszöntője, ezt követően pedig a kalocsai és a kapuvári együttes ad egy közös műsort a várárokban, majd pedig Korpás Éva felvidéki névzenésznek a koncertje következik, a Pozsonyi sétatéren címmel, ez egy klasszikus felvidéki polgári tánc, ez nagyon sok növendékünk is hozzátartozója ismeri, úgyhogy bízom benne, hogy sokan lesznek a rendezvény, és nem csak hallgatják, hanem akár mozognak is majd a várarok berre a muzsikára. Majd pedig este 8 órakor Nagy Felő és a Beatrice koncertje zárja majd a Szent Annapi búcsúi rendezvényt. Minden program ingyenes, hiszen részben az önkormányzat, részben a művelődési központ, részben pedig a táncos közösségünk pályázati támogatásból, itt elmondanám, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából valósítjuk meg a programot, tehát a kalocsai vendégeinket valójában pályázati forrásból finanszírozunk, tehát az utazásukat, a vendéglátásukat, az étkezésüket, a szállásukat, azt a pályázati forrásból a táncos közösségünk tagjai valósítják meg. A kapuváriak közül kik lépnek fel, kiket lehet látni majd a színpadon a kalocsaiak mellett? Hát az idei évben a felnőtt együttes fog színpadra lépni. Úgy gondoltuk, hogy mivel hagyományőrző búcsút terveztünk az idejében, a kalocsaiak megmutatják a saját népművészetüket, a viseletüket, a táncokat, így mi gondoltuk, hogy idejében csak kapuvári táncokat fogunk mi pedig a színpadon megmutatni, tehát a felnőtt együttesnek lesz egy közel 20 perces produkciója kizárólag kapuvári táncokból, de a gyerekeket is bevontuk a programba, nem a színpadi műsorban, nem a viseletes szentmisére be lehet öltözni, erre van is egy felhívásunk, hogy az iskolában biztosítunk valamennyi növendékünk számára, aki szeretne a szentmisére részt venni népviseletet, illetve a délutáni felvonulásba szintén várjuk a Barsi iskola növendékeit. Rába közből kiket várnak? Hagyományosan, akik általában elszóltak jönni kapuvára, egy mondom, csornai, a konyak. A rába közéknek küldtünk meghívót az ünnepi szentmisére. Most a délutáni néptáncgálában nem hívtuk a környező együtteseket, hiszen őket már évek óta láthatja a közönség. Idén úgy készültünk, hogy a kalocsai együttes lesz a programnak a fő vendége. Köszönöm. Köszönöm.